Ki a legelébb való? Népmese. Volt a világon egy öregember, az egyszer kin a sejemfűréten. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Amint hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagy lány lett belőle, azt mondta. Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébb való. Az öregember elment keresni olyan férjet, aki a legelébb való. Elment a naphoz. A napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a nap úr most éppen oda van a földet megvilágítani. Este felé hazajött a nap úr a lova hátán. Azt mondja neki az öregember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a nap. Én nem vagyok a legelébb való, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. Elment az öregember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a felhő. Én nem vagyok a legelébb való, nálam előbbre való a szél, mert az engem ides tovahajkurász. Elment az öreg a szélhez. Azt mondta a szél. Én nem vagyok a legelébb való, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyéhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a Mátra hegy. Én nem vagyok a legelébb való, én nálam erősebbek azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébb való. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.